Itthon csak néhányan ismerik, de Japánban igazi sztár. Tévésókba jár, művészek kérik ki a tanácsait, és igen, a rendőröket is segíti a távol-keleti országban. Éppen ettől vált egycsapásra híressé, ugyanis a kamerák előtt transzban talált rá egy áldozat korábban fel nem fedezett maradványaira. Ő Klárika, egy Békés megyei nyugdíjas asszony. Az anyám, a nagyanyám és a dédanyám is különleges képességekkel rendelkezett. Az enyém a negyedik generáció, és a látás képességét hamarosan továbbadom az unokámnak. Édesanyámat 1993-ban megműtötték, és bár korábban csak románul tudott, mégis elkezdett írül és angolul beszélni. Megjósolta, hogy Diana hercegnő Franciaországban fog halálos balesetet szenvedni. Mihály, kezd dolgozni. Ezt egy bolgáriós nő mondta nekem 94-ben. Akkor kaptam a képességeimet, és bár orvos voltam, ma már csak a kozmosz energiáival gyógyítok. Most akkor ez komplett dili ház, vagy mégis lehet benne valami? Működhet-e a hatodik érzék, és ha igen, lehet-e rá bizonyítékot találni? Lehet-e egy jóslat kézzel fogható, vagy mindig csak homályos tapogatózás a végeredmény? A válasz tömören ennyi, Clara-san, vagyis Klári néni a magyar csoda. És a választ már egy Budán élő japán férfitól kapom meg. Mutegi Masashit 2004-ben kérte fel egy tokiói barátja, hogy kutasson fel különleges embereket. Látókat, akik segíthetnek felgöngyölíteni megoldatlan japán bűnügyeket. Nem csak Magyarországon, hanem egész keleti európai országokban kerestem olyan embert, és én a Klárikát a legjobb embernek találtam. Nos, íme a japán ezoterikus showbiznisz és a japánul nem beszélő magyar csoda. Barát Klára, akinek minden szavát csodálattal, vegyes döbbenettel fogadja a stúdió népe. Őt kell tehát megtalálnom. A fővárosi közterület fenntartó egykori forgalmista diszpécseréhez, a ma már nyugdíjas Klári nénihez igyekszem. A helyszín Békés megye legkeletibb csücske, egy kis falu a román határ mellett. Dombiratoson vagyunk, olyan meseszerű az egész. Az utca végén aprócska házban fogad egy aprócska asszony. Megbecsülnek, tehát tudják azt, hogy ki az a barát Klára. Az idei esztendővel 9-szer voltam Japánba, küldenek nekem egy képet, és a kép alapján élőben visszapörgetem az eltűnés időpontjára, és megérzem, hogy szándékosság történt, vagy gyilkosság áldozata lett. Klári néni tehát így működik. Csukott szemmel ráhangolódik a fényképen látható arcra, és ahogy mondja, egyszerűen bevillan neki, hogy mi is történhetett. Klári néni egyébként már Magyarországon is bizonyított. A TV2-n évekig segített a nyom nélkül stábjának. Így bukkant rá Mutegi, így jutott ki Japánba. Nagyon boldog voltam veled, utaztam Japánba. Klárika kultusz Japánból. Van, aki csak a kedvéért, japán-magyar szótárból írt neki latin betűs levelet, de a nevét azért a többiek is megtanulták leírni magyarul. Az albumokban a kedvenc fotók, Klári néni stúdiókban és éttermekben üldögél különböző japán stábokkal. Egy anyuka eltűnt a kisfiával, és úgy lett beállítva, hogy öngyilkosak lettek, és én derítettem ki, hogy nem öngyilkosak lettek, hanem egy gyilkosság áldozata lett. És Klári néni egy japán bűnügyről beszél. Egy krimiről, amelyet ő segített megoldani. Egy krimiről, amely aztán egy csapásra híressé tette. Az egész úgy kezdődött, hogy tokiói tévések hozták el neki a halott asszony és gyermeke fényképét. Klári néni pedig, ahogy ő mondja, ráhangolódott az ügyre. Fiacska, legöregebb! Klári néni ezúttal velünk utazik. Igaz, most csak Újpalotáig. Azt ígéri, a pesti panellakásban meg tudja nekünk mutatni a japán tévéadást. A műsort, amelyben a kamerák előtt kutatja fel a meggyilkolt kisfiú korábban meg nem talált csontjait, pusztán a megérzésére hallgatva. A csontot pedig bevizsgálták, csütörtöki nap voltunk forgatni, hétfőn ment élőadásba, akkorára már be volt vizsgálva a csont, hogy valóban a kisgyereké. Másnap reggel, ez már Újpalota, Klári néni ősztől tavaszig itt lakik. Az élettársa már is a távirányítóval küzd, a DVD lejátszóban pedig ott van az Ahasi TV felvétele, és benne a magyar műsorból ismert látóasszony, Klárika.
Ez volt a... Az édesanyja és a gyerek? Gyerek. Lezárt ügy volt. Tehát az időpont 2004. Klárikát egy lezárt ügyhöz hívják. Az eset főszereplője egy asszony, aki szakított az urával. A nyomozók szerint a nő ezután kisfiával együtt öngyilkos lett. Klárika azonban úgy gondolja, a férj ölette meg őket. Bérgyilkosság áldozatai lettek. Kap egy telefonhívást, visszafordul, újra átmegy a lámpánál. Klárika most felidézi azt a végzetes estét. Az asszony a kocsiban ül a gyerekkel. A nagypapához igyekeznek. De valaki visszahívja őket egy parkolóba. Klárika szerint itt történik a gyilkosság, az autót ezután már nem a nő vezeti tovább. Itt van, amikor elhangzik, hogy itt balra kell elkanyarodni majd. A forgatócsoport végigjárja Klárikával az ügy helyszíneit. Az ügyet egyébként nem ismerő magyar asszony mindig előre szól, hogy merre kell menniük. Megmutatja, hol rejtették el az autót, megmutatja azt is, kis idő elteltével hol gurították be egy hatalmas csatorna nyílásba. Mindezt, ahogy ő mondja, a belső látomásai alapján. Itt van, itt mutatom meg, hogy hol volt a kocsi eldugva, és egy 3 hónap múlva vitték át, mozgatták meg. A japán stáb ezután a sziklás tengerpartra viszi Klári nénit, oda, ahol megtalálták az asszony holttestét, oda, ahonnan a kisfiú maradványai soha nem kerültek elő. Klári néni új helyre kalauzolja a tévéseket, jó 40 méterrel messzebbre a part mentén. Ragaszkodik hozzá, hogy mindenki ott kutasson. És végül elő is kerül egy csont, a kisfiú koponyájának egy darabja. A tévések nem jutnak szóhoz. 3 nappal később megérkezik a DNS labor eredménye. Tényleg az áldozat maradványai kerültek elő. Klári néni egy csapásra megalapozza a hírnevét Japánban. A csontot így mutassák, így. Már be volt vizsgálva, hogy a kisgyerek csontja. Hát mekkora szó ez? Ez már egy budapesti ezoterikus központ. Klárika, ha éppen dolgozik, akkor itt dolgozik. Itt jósol Mihail és Iljuca is. Na és itt van Káma, aki Klári nénihez hasonlóan sok esetben sikerrel segítette a rendőrök munkáját, még otthon Oroszországban. De Klári néni most nem miattuk jött, hanem azért, hogy találkozzon a jósok jósával. A híres hírhedt Drumvaló valaki éppen Budapesten készül egy internetes előadásra. Mert hogy Klárikát mostanában nem az eltűntek foglalkoztatják elsősorban, hanem ahogy azt még dombiratosan mondta, az ijesztő jövő. Nagyon nehéz korszakot fogunk még megélni, és tele leszünk természeti katasztrófával. Klárika tehát sötét képet fest, de meg sem közelíti azt, amiről Drumvaló Melchizedek beszél. So this is Clara, this is Drumvaló. Mert hogy ő egyfajta világvégét vizionál a maják ősi naptára alapján. Méghozzá 2012. december 21-ére. A világ nem sokára is hirtelen akkorát változik, ami meghaladja a legvadabb elképzeléseinket is. Nem csak egy napot érzek én, tehát ez folyamatosan, tehát már benne vagyunk a változásban. Ez a naptár a maják naptára. Egyetlen meghatározó napra mutat. 2012. december 21-ére. De valójában itt nem 24 óráról beszélünk, hanem egy ablakról, amely összesen 7-8 évig áll nyitva az időben. A maják úgy hívják, az idők végezete, és mi most benne vagyunk ebben az ablakban. Klárika még dedikáltat, aztán magamra maradok az amerikaival. Ő igyekszik megnyugtatni, hogy a mostani világ vége lehet egy jobb világ kezdete is. Legalábbis a ma élő maja bölcsek szerint. Úgy gondolják, már csak néhány hónap van hátra. Kevesebb, mint egy év. A ciklus végén minden elpusztul, ami régi. Ez így természetes. Igen, de mi ennek a régi ciklusnak a részei vagyunk. De ugyanígy részesei leszünk az új ciklusnak. Egy új emberiség születik. És amit kapunk, az sokkal, sokkal, de sokkal jobb, mint ami most van. Bevallom őszintén, sok ez nekem egyetlen napra. Már Klári nénivel robogunk vissza Békésbe, de még mindig az amerikai hatása alatt vagyunk. Drumvaló egyébként a találkozó után annyit mondott, nem csodálja, hogy Klári néni Japánban is ünnepelt sztár, mert hogy rég látott már ilyen erős kisugárzású, ilyen pozitív energiájú embert, mint a mi barát Kláránk. És ez az az egyetlen dolog, amiben azt hiszem, egyet tudok vele érteni.
Nincsen szuperhős jelmeze, nincsenek hatalmas muszkliai, japán kedvenc csodája egy aprócska magyar nyugdíjas asszony. És a hinni akarók meg a szkeptikusok örök meccsében Klári néni most az előbbiek javára rúgott egy hatalmas gólt, mert hogy azoknak a japánoknak is, akik nem tudnak hinni a hatodik érzék létezésében, el kellett fogadniuk, hogy egy megoldhatatlannak tűnő bűnügyet egy újpalotai látó asszony segítségével tudtak csak lezárni. De talán nem is ez a lényeg, talán nem a hókusz-pókusz a fontos, hanem az, hogy az efféle esetek elgondolkodtatják az embert, hogy a világ talán sokkal izgalmasabb, ha tetszik, csodálatosabb hely, mint a régi fizika, biológia vagy kémia könyvek alapján gondoltuk. Szalai Ádám riportját látták a TV2 naplójában. Most már